Volt olyan, hogy út mellett... Trinka Zoltánné Magdi néni minden nap maga fűt be és takarítja ki a hamut a cserépkályhából, pedig idős és nehezen mozog. Bár jól ellátja magát, a legnagyobb hidegben egy szociális gondozó is szemmel tartja, hogy hozzájut-e elég fához. Gondoskodni kell arról, hogy meglegyen a tüzelő, illetve bizonyos esetekben arról is, hogy meleg legyen, tehát a kollégáimnak feladata az, hogy ügyintézéssel segítse őket tüzelőhöz, másrészt pedig gondoskodniuk kell arról, hogy az idős a saját lakásában megfelelő hőmérsékletben tudjon élni. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közel 200 idős embert gondoz saját lakásában Szombathelyen, akik közül minden tizedik fával fűt. Sokuknak a tüzelő beszerzésében, a hasogatásban, a begyújtásban is segíteni kell, de akad, aki egy kis támogatással már képes ellátni magát. Van olyan gondozottunk, aki fával fűt, és őnála az a bevett módszer, hogy 2-3 napra elegendő mennyiségű kályhakész fát készít oda a gondozó a kályha mellé. Ő azért eléggé olyan jó fizikai állapotban van, hogy a többit már meg tudja csinálni. A szolgáltató központ több ízben osztott már fát a rászorulók között. A tüzelőnek valót az elmúlt években a városi parkfenntartótól vagy vállalkozóktól kapták felajánlásként, de a készlet mostanra kifogyott. Az intézményvezető számít a további fa adományokra, amelyeket minden esetben ingyen adnak tovább az egyedülálló idős gondozottaknak.